Üdvözlöm kedves nézőinket! A Tápió Plus magazin második év folyamának 24. adását látják itt a Williams Televízió csatornáján. Mint Korenáta vagyok. A mai műsorban többek között megszólaltattuk Horinka László polgármestert az útfelújításokkal kapcsolatban. Tápió Szelin a Blaskovics Múzeum baráti körének megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett rendkívüli közgyűlésen jártunk, ahol interjút adott Cerván György államtitkár. A 2011-12 tanévtől kezdődően Pest megye legjobb mezei futódiákjai évről évre Tápió Szecsőn mérik össze tudásukat. A TTA által rendezett sporteseményről láthatnak összefoglalót. És stúdiónkba járt Haraszti Imre, úri polgármestere, téma a közmeghallgatás volt. Tartsanak velünk! A Fidesz aláírásokat gyűjt a kötelező betelepítési kvóta elleni Védjük meg az országot elnevezésű petícióhoz. Sűsápon a piacon jártunk, ahol sokan gondolták úgy, hogy támogatják aláírásukkal a kezdeményezést. A kötelező betelepítés kvóta ellen gyűjtötök aláírásokat. Milyen sikerrel? Hát az a tapasztalat, azért a nagy többség képben van arról, hogy miről gyűjtünk, miért gyűjtünk. Ha százalékokban akarom mondani, itt a piacon ma olyan 80-20 százalék, tehát a többség azért mellette áll, és azt gondolja, hogy igen, erre szükség van. Folyamatosak az akcióitok, gyűjtitek az aláírásokat. Mióta tart ez, és meddig fog tartani? Hát másfél hete kezdtük el gyűjteni, egyes információk szerint decemberig, de folyamatosan igyekszünk. Most Sűsápon még két alkalommal biztosan ki fogunk települni. Ezek az aláírások hová kerülnek, mi lesz a sorsuk? Ez megy egy központi adatbázisba, ezt feldolgozzák, épp ezért, hogyha valaki kétszer írja alá, akkor nem lesz azáltal több, tehát egy központi adatbázisba feltöltik, és aztán ugye aztán ez megy a központba, és azt összesítik. Bizonyára nagyon sok véleményt hallasz itt, miközben aláírják az emberek. Ki tudnál ebből emelni olyat, ami számodra is érdekes volt? Hát így konkrétumot nem, talán ilyenkor emberileg nehezebb azt, amikor személyeskedésbe átmegy a dolog, de általánosságban egyébként aki támogatja, az jó véleménye van, támogatását biztosítja felénk, aki pedig nem, az radikálisan elzárkózik, de hát ez a kevesebb. Pár nappal vagyunk a francia események után, ez segít-e az aláírások gyűjtésében? Igen, többségében megdöbbenés van az embereken, és egy kicsi összekapcsolódás mutatkozik meg, tehát talán ez még jobban elgondolkodtatja az embereket arról, hogy akkor mit is kellene csinálni a jövőben. Itt Sűsep és környékén hány önkéntes csapat mozog és dolgozik, segítséget nyújtva ezzel a kormánynak is, hogy a szándék az nemes? Hát Sűsep és környékén 15-20 fő aktív, plusz aki éppen amikor ráért tud jönni, de egyébként a 9-es választó kerületben azt gondolom, hát több százan vagyunk. Miért tartja fontosnak, hogy ön is megerősítse az aláírásával, hogy több migráns ne érkezzen, illetve ne osszanak Magyarországra migránsokat? Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egész Európa, ezen belül Magyarország is, ezt az integritását, amiben élünk, a katolikus vallásunkat, a kultúránkat megőrizzük, mert az idegen kultúrák befogadása nem fog olyan zökkenőmentesen menni, mint ahogy egyes politikusok elképzelik, és integrálódni nagyon nehéz. És én szeretném azt, hogy Európa maradjon meg annak, ami volt, gyakorolhassam szabadon a vallásomat, amit megszereztem magamnak kemény munkával, én mint nyugdíjas mondom, kemény munkával. Nem szeretném azt, hogyha csak úgy beültetnének valakit a nyakamra, miért én kőkeményen megdolgoztam. Pár nappal vagyunk a francia támadások után. Hogyan fogadta ezt az eseményt? Hát nagyon sajnáltam, hogy ez megtörtént. De őszintén azt mondom, hogy számítottam rá, és azt gondolom, hogy addig, amíg be nem bizonyítják a
az idézőjelben migránsaink azt, hogy igenis terrorista akciók célzatával is lepték el Európát, addig az egyes európai politikusok nem fognak észhez térni. És nagyon sajnálom a francia népet, de ugyanúgy sajnálom az orosz repülő lelőtt utasait is, meg azt a akik ennek az terrorizmus áldozataivá váltak, és éppen ezért írtam alá, hogy Magyarországot ne érje ilyen támadás, és hogy ide ne telepítsenek be senkit. Egy pillanat, mondja csak. Főleg az eddig tanúsított megnyilvánulási viselkedések alapján döntöttünk, vagy szívünkben érezzük azt, hogy emberség, emberségre, emberség oda, és tényleg sajnálja az ember arra nem méltóakat, de sajnos megszennyezi a viselkedésük az egész közösségüket, és ami híreket hallunk, hogy valójában kiírtani akarják a keresztényeket, szóval ez nagyon megdöbbentő és nagyon megijesztő dolog, ezért próbálunk hát valamit tudunk ebből segíteni egy aláírás erejéig. És még annyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy én azzal az állásponttal értek egyet, hogy ha valóban segíteni akarunk nekik, akkor otthon, ott az ő hazájukba, az ő kultúrájukba. Vigyük oda a segítséget. Ne ők ide jöjjenek, és ne tartsák be a mi általunk meghozott rendeleteket, szabályokat, az itteni törvényeket, akkor éljenek ott az országukba a saját törvényeik szerint, és ott helybe segítsünk nekik. Az egész világot segítse. A nagy politika, az Amerika, az ország, mindenki, aki segítő szándékkal akar fellépni, az menjen oda a hazájukba, és ott segítse rajtuk. Ön szerint Merkel belebukik ebbe? Én bízom benne. November első napjaiban kezdődött meg Sűrűsápon az alkotmány, Balassi Bálint, Béke és a Sándor utca felújítása. A napokban a Malom utcában is megkezdték a munkálatokat, amelyre belügyminisztériumi támogatást is kapott a település. Az útfelújításokról Horinka László polgármester kérdeztük. Sűrűsápon is elkezdődnek az útfelújítások. Hány utat érint ez a településen? Igen, valóban felújításokról beszélünk. Egyelőre új utat nem építünk, hiszen az engedély köteles, és erre egyelőre még az idő kevésnek bizonyult, hogy a tervezés és az engedélyezés is lefusson ebben az évben. Úgyhogy jelenleg 5 út, illetve útszakasznak a felújítása zajlik párhuzamosan. Itt mögöttem a Balassi Bálint utca, Balassi Bálint utca egészét láthatjuk. A Béke utcának csak egy ilyen 200 méteres szakaszát érinti ez a felújítás. A Sándor utca kap még új burkolatot az Alkotmány utca, valamint a Malom utca. Tehát igazából egész utcák ezek, kivéve a Béke utca, ahol csak egy 200 méteres szakaszt érint. Most itt ennél az utcán azt látom, hogy a szegélykövezést is megoldják. Én úgy tudom, hogy ez nagyon fontos egy útnál, hogy rendben legyen. Nagyon fontos, de rendkívül megdrágítja egyébként az útépítést, ahol az út szélessége, tehát nem indokolt, hogy túlságosan széles legyen az út, mert csak helyi kisebb forgalom bonyolódik rajta, ott ugye vagy keskenyebb utat építenek, és akkor szegélykővel, vagy pedig szélesebb utat, esetleg szegélykő nélkül, mert egy kis forgalom útnál talán ez is elegendő. Itt most mi úgy láttuk, hogy rendkívül nagy az átmenő forgalma ennek az útnak, hiszen egyrészt ezzel jár a helyi járatú autóbuszunk, másrészt a szőlős nyaralói részről tulajdonképpen a 31-es útnak a megközelítése nagy részt ezen keresztül történik. Úgyhogy ennek a levezető ilyen levezető jelleggel van ennek az útnak, és éppen ezért ezt szerettük volna tényleg olyan jó minőségben elkészíteni, hogy hosszú távú és jó megoldás legyen a helyieknek. Úgyhogy ez egy 5 méter szélességű aszfaltburkolatot kap két oldali sűjjesztett szegélykővel, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg maradandó és tartós megoldás lesz. Milyen vastagságú szőnyeget fektetnek erre az útszakaszra? Emlékeim szerint 4 centi kötőréteget fog kapni az út, és még 3 centi kopóréteg megy rá, tehát összességében 7 centi aszfalt megy a mostani felületre. Az az útfelújítás, amit most végzünk, ez nagyjából egy 1,5-2 kilométert érint. Ennek körülbelül a 10-15-szörösét kellene Sűrűsápon megépíteni, illetve felújítani viszonylag rövid időn belül. Ez rendkívül sok pénzbe kerül, és valószínűleg ennyi pénzünk nem is lesz, ahogy most látjuk itt az
az uniós támogatásokat ilyen célra itt Közép-Magyarország régióban nem lehet felhasználni, úgyhogy igazából most ennek a javarésze is önerőből zajlik. A Malom utcához nyertünk összesen 15 millió forintot, tehát tulajdonképpen a 85 milliós összköltségből 15 millió a támogatás, a többi önerő. Ha ez így megy tovább, akkor viszonylag gyorsan el fog fogyni az a kis maradék tartalék pénzünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy azért lesz valamilyen forrás erre központilag. Miért pont az év végére tervezték ezt, vagy egyáltalán erre az időszakra tervezték ezeket az útfelújításokat? Nem így volt ez tervezve, tavasszal megbíztunk egy tervezőirodát az utaknak a tervezésével, és ezek a tervek körülbelül augusztus közepére készültek el. Akkor sem a végleges formát kapták még, hanem még volt rajtuk módosítani való. És miután ezek a módosítások elkészültek, utána tudtuk a közbeszerzési eljárást elindítani, ami hát valahogy szeptember második felében indult, ha jól emlékszem, és október 30-ára zárult le úgy, hogy szerződést lehetett kötni. Lehet, hogy 26-a volt ez, most de október végén lehetett szerződést kötni, és tulajdonképpen így a novemberre csúszott át az egész. De nagyon szerettük volna, hogyha legalább néhány utcában az útépítést meg tudjuk csinálni. Tehát ezek az utcák, tehát itt a Béke utca levezető része, ami itt a 31-eshez megy le, rendkívül rossz állapotban volt, gyakorlatilag már-már járhatatlan volt. Újra meg újra kátyúztuk, de egyszerűen szétesett az út. Most teljesen új pályaszerkezetet kap, tehát tehát a pályaszerkezet is ki lett szedve, el lett hordva, és teljesen új pályaszerkezetet kap, és új burkolatot kap. És ugyanezt történt például itt a mögöttem látható Balassi Bálint utcán. Itt ez a szakasz, ez a nagyjából 100-150 méter, ahol egyáltalán nem látszik most aszfalt burkolat, ez szintén egy új pályaszerkezetet kapott, mert itt nagyon-nagyon rossz minőségű volt a burkolat. Tehát tulajdonképpen nagyon rossz állapotban voltak ezek az utak, még mondhatnám a Malom utcát, ahol meg pályázati pénz kapcsolódik hozzá, és ugye le kell zárni december végéig, tehát az volt a legszorítóbb ebben az egész történetben. Emiatt mindenképpen az idén bele akartunk fogni, bíztunk abban, hogy jó idő lesz, és hát úgy néz ki, hogy szerencsénk van, bár most azért kicsit borongós, meg esős az idő, de az elmúlt napokban abszolút jó idő volt ehhez a munkához, tehát nem hátráltatta a munkafolyamatokat. Tulajdonképpen az Ady Endre utca az az utcánk itt a Sápi részen, peresi rész leszámítva, ami még nem kapott szilárd útburkolatot. Most mégsem ott állunk, hanem az Alkotmány utcánál, és ennek az az oka, amit már részben érintettünk ugye az előző helyszínen a beszélgetés folyamán, hogy azokat az utcánkat tudtuk most előrevenni, amelyeket nem kellett engedélyeztetni. Az engedélyezés ez több hónapos folyamat, és arra az idén tulajdonképpen nem volt elég az idő, és éppen ezért felújításokban gondolkodunk, olyan utcákat újítunk fel, amelyeken már volt aszfalt burkolat, ilyen az Alkotmány utca is, volt rajta, de gyakorlatilag az idők folyamán szinte azt lehet mondani, hogy eltűnt, tehát már csak tankkal lehetett rajta elmenni. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy kiszélesítve egy új burkolatot kap ez az utca is. Az elkészült utakon várható, hogy lesz súlykorlátozás, netán egyirányosítás? Egyirányosítás ezekben az utcákban nem lesz, hiszen pont a szélesítésben gondolkodunk, ami ugye lehetővé teszi az eddiginél még inkább a kétirányú forgalomnak a bonyolítását. Viszont súlykorlátozás itt-ott biztos, hogy bevezetésre kerül, és az egyik ilyen pont a Balassi Bálint utca, ahol az előbb álltunk és beszélgettünk. A Balassi Bálint utcának a kivitelezés megkezdésekor, a kivitelező jelentkezett, hogy a szélesítésnél, ahogy kiszedték az útalapnak a helyét, ott szembesültek azzal, hogy hát szinte minimális az az útalap, ami van a meglévő aszfaltburkolat alatt, ezért mindenképpen javasol, hogy vegyünk fel egy jegyzőkönyvet, nyilván az ő garanciális kötelezettségeit szeretné korlátozni e tekintetben, hogy a meglévő burkolat fölé kerülő aszfaltnál, hogyha bármi süllyedés keletkezik, ugye az nem az ő hibája, hiszen az alapot azt nem ő építette, hanem ő meg kész alapot kapott, illetve
hát pontosan az alap hiányáról beszélünk, nem is annyira kész alapról. Tehát ez vissza-vissza köszön sajnos, hogy hiába van egy aszfalt burkolatú 3 méter széles utunk, nem elég azt kiszélesíteni és új burkolattal ellátni, hanem gyakorlatilag el kell bontani az egész utat, és új alapot kell építeni, mert hát az előző időszakban valahogy nem úgy sikerültek az útépítések ezek szerint, bár én azt gondoltam, hogy azért például a Balassi Válint utca alatt biztos van egy 20-25 cm-re zúzott kő, mint kiderült, nincs. Tehát hiányzik. Említette, amikor ide érkeztünk, hogy a közmunkaprogram keretében itt foglalkoztatnak embereket. Igen, Sűsáp, illetve az egész tápjómenti régió, ez a Nagykátai járás településeit jelenti most az én értelmezésemben. Idéntől jogosult lett a Start munkaprogramra. Ez a hagyományos közfoglalkoztatástól annyiban különbözik, hogy kifejezetten bizonyos célok megvalósítására lehet foglalkoztatni közfoglalkoztatásban személyeket, és ezeket a célokat kell ugye az egy év során, ez egy egyéves program, az egy év során elérni. Ilyen célok sűrűsában három ilyen cél volt megnevezve, az egyik a vízelvezetésnek a megépítése, a másik a járdaépítése, a harmadik pedig az illegális hulladéklerakók felszámolása. 3x15 fő foglalkozik ezekkel a területekkel, és hát itt a mögöttünk, pont itt az autó mellett van egy vízelvezető árok, ebbe az árokba általunk gyártott árokelemek kerültek, és hát nyilván először ki kellett takarítani, ki kellett szedni a megfelelő mennyiségű földet, az árokelemeket ugye le kellett gyártani, elhelyezni, és a megfelelő lejtést ugye biztosítani, és hát például ez az egyik ilyen szakasz, ami elkészült, de a település különböző pontjain már készültek el ilyen szakaszok. Tehát a közfoglalkoztatásban lehet ilyen eredményeket is elérni. A településünkön a járdaépítéssel el vagyunk maradva, de azt gondolom, hogy az áruk elemek készítésével, illetve az árkok építésével elég jól állunk. Hát a jövőben azt hiszem, hogy a járdára még jobban oda kell figyelnünk, hiszen úgy, ahogy az úttal, járdával is elég rosszul áll Sűrűsáp. Tápió szelén 1985-ben létrejött egy civil szerveződés, a Blaskovics Múzeum baráti köre. A 250 fős tagsággal rendelkező közhasznú egyesület Tápió szele egyetlen olyan kulturális civil szervezete, amely megalakulása óta folyamatosan végzi közművelődési, kulturális és értékőrző munkáját. A 30 éves évforduló alkalmából rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol Cerván György államtitkár is köszöntötte a résztvevőket. 30 éves a Blaskovics Múzeum baráti köre, és mint államtitkár, és mint támogató is eljött a mai napra. Miért tartja fontosnak, hogy ezeken az eseményeken részt vegyen? Hát nem csak mint államtitkár, és talán nem is csak mint támogató, hanem mint lokálpatrióta, ugye itt élek a szomszéd településen, és hát mint országgyűlési képviselő is, már 98 óta figyelemmel kísérhetem a térség civil szervezeteinek a munkásságát, és ezek közül az egyik leghatékonyabb és egyik legrégebbi, ezzel a bizonyos 30 évvel, a Tápjószelei Blaskovics Múzeum baráti köre. Az idő az egy dolog. A másik része a dolognak a tartalom, hogy ők tartalommal tudták megtölteni ezt a 30 évet, már amiből én ugye 98 óta ismerem a tevékenységüket. Tehát itt a közművelődés, a kultúrápolása, az értékőrzés az, ami igazán kiemelkedő, és nem beszélve az olyan rendezvényekről, mint ami a Blaskovics napok keretében itt minden évben sorra kerülnek. Tényleg itt mindenfajta művészeti kiállítástól kezdve a különböző kulturális események, a tápjómente értékeinek a bemutatása, képeslapokon, festményeken, a zenén keresztül, a Blaskovics fivérek szobrának az avatása néhány évvel ezelőtt, a kincsem kultusz ápolása, ugye legutóbb éppen a Kincsem könyv negyedik kiadását ünnepeltük meg itt, és a múzeumban ugye van egy kincsem relikviákról szóló rész is. Tehát ez az egész múzeum itt egy gyöngyszem, nem csak a tápjó mentének a gyöngyszeme, hanem az egész országnak, hiszen egyedülálló maga nemében, egyedülálló 19. századi köznemesi kúria,
ami megúszta a világégést, és megmaradt itt épségben nekünk, és azok az emberek, ezek tényleg szívüket, lelküket, anyagi erejüket, idejüket áldozzák arra, hogy ezek az értékek megmaradjanak az utókornak is. Ezért tartottam fontosnak, pedig most van a kisunokám harmadik születésnapja, ma ilyen születésnapos időszakot élek, de egy köszöntőreig mindenféleképpen szerettem volna, hogyha itt vagyok. Említette, hogy a szomszéd településből jött át, hiszen Tápió Szentmártonból utazott ide, a szülőfalujából. A Blaskovics kúria, illetve a Blaskovics család és Tápió Szentmárton milyen kötődéssel bír? Hát a kincsem köti össze tulajdonképpen a két települést, hiszen a kincsem tulajdonosa Blaskovics Ernő volt, aki, ha jól tudom, a Blaskovics, a tápjószalai Blaskovics fivéreknek, Jánosnak és Györgynek a nagybátyja volt. Tehát ő volt a kincsem tulajdonosa, és ugye a kincsemről azt tudjuk, és ezt büszkén szoktam mondani a világ bármely részén, hogyha megkérdezik, hogy hol élek, Guinness rekorder, hiszen 54 versenyen indult és nem talált legyőzőre. Ez a lovassportban olyasmi, hogy mondjuk az angolokat megverte Goodwoodban, a saját hazájukban a kiváló angol paripákat, mint amikor a foci válogatott 6-3-ra verte az angolokat ugye a Wembleyben. Tehát én erre nagyon büszke vagyok, és ezt mind Tápjószentmártonban, mind Tápjószelén tudják az emberek. Önt nem csak mint magánember szeretik, szeretik így is nagyon itt a Tápió mentén, de folyamatosan kiemelik a nevét, mint államtitkár, mint országgyűlési képviselő, mint képviselő, folyamatosan támogatja az ilyen kulturális eseményeket, rendezvényeket. Miért tartja ezt fontosnak? Hát, ha így van, akkor annak örülök. Fontosnak tartom, hiszen itt élünk, ez a dolgunk, hogy ápoljuk az értékeinket, hagyományainkat, és hogyha segítséget kérnek, akár mint magánember, akár mint korábban egy cégnek a vezetője, most meg országgyűlési képviselőként nem beszélve erről, most már 5,5 éve tartó államtitkárságról, kutya kötelességem segíteni az itt élőknek. 30 éves a Blaskovics Múzeum baráti köre. Mekkora a tagság? 250 fős a tagságunk, és én úgy tudom, hogy a Tápió vidék egyik, vagy talán legrégebbi olyan kulturális civil szerveződése, amely 1985-től folyamatosan működik. A rendszerváltás előtt indultak, és ez is ritkaság ma Magyarországon. Bizony, a nagykátai példára alakultunk egyébként, a könyvtár mellett volt egy baráti kör, és ők adták a példát 85-ben számomra, amikor igen fiatalként kerültem ide a múzeumba, igaz helybeli vagyok, de szerettem volna tudni, hogy kiket érdekel a múzeum, hogy az előadásainkon legyenek közönségek, akkor még nem tudtam, hogy marketinges nyelven ezt célközönségnek hívják, de most már igaz, azóta 30 év alatt az ember megokosodott, és szerettem volna, hogy tudjam azokat a felnőtteket, hiszen én fiatal voltam, hogy kiket érdekel a kultúra, kik szeretnek ilyen előadásokra járni, netán kirándulni, múzeumokat meglátogatni, mert ilyen nem volt Tápiószelén, hiszen nekünk csak 1998-tól van ez a nagyon szép művelődési házunk, amelyben a közgyűlésünket tartjuk. Mi volt a céljuk akkor, amikor megalakultak? Mivel a múzeum mellett működik ez a civil szervezet, a legfőbb célunk a Blaskovics fivérek, a múzeum alapító Blaskovics János és György szellemi és tárgyi örökségének az ápolása, népszerűsítése, természetesen a helytörténeti kulturális értékőrzés. Aztán 2001-ben felvettük a természeti értékek őrzését is a közhasznú céljaink közé. A múzeum évente több rendezvényt is szervez. Mik ezek? Legfontosabb a Blaskovics nap. Ezt 1999 óta szervezi a múzeumbaráti kör, a Tápiószelei önkormányzat és a Természetbarát klub. Ez egy értékőrző, értékközvetítő célú napok, tehát ilyen program sorozat, de rendezünk múzeumok éjszakáját 2007 óta, de fülemülék éjszakáját, és az őszi fesztiválon is különféle rendezvényeket, például bringáz velünk, nagyrajzolás, többféle programot szervez,
évente a Blaskovics Múzeum baráti köre, de vannak évfordulóhoz kötődő. Például, amikor 40 éves volt, vagy 50 éves, illetve 60 éves a múzeum, akkor volt emléktáblaavató ünnepségünk, majd koszorúzás. A gyerekeknek természetesen akkor Blaskovics vetélkedő és pályázat. Amikor helytörténet évfordulónk van, minden 9 végződésben, 99-2009, hiszen Tápiusz Ele első írásos említése 2019, akkor helytörténeti programsorozatokat, helytörténeti vetélkedőket, pályázatokat hirdetünk. Pár évvel ezelőtt sikerült emlékművet is felállítani a kertben. A múzeum alapító fivérek életnagyságú szobrának az elkészítése a legnagyobb projektje a Blaskovics Múzeum baráti körének, hiszen abból kell kiindulni, hogy éves 1200 forintos tagdíjjal rendelkezünk, és ez egy 15 milliós projekt volt. Többféle pályázat és támogatások gyűjtése, adományozó rendezvényeken való gyűjtés járult ehhez, és 2013-ban sikerült felavatni a kertben, ami egy 3 éves tevékenység volt, nem is gondoltuk, hogy olyan gyorsan 3 év alatt összeáll erre a megfelelő keret. Támogatóik is vannak, Cerván György is itt lesz. Ő is az egyik támogatók között található. Igen, Cerván György kétszeresen is támogatunk, hiszen még amikor országgyűlési képviselő volt, már akkor is 1998-ban például a Vicián villabeli nagyon nagy kiállításunkon már ott volt, de egyébként amikor még az Aranyszarvas RT-nek volt dolgozója, tehát nem államtitkár, maga az a gazdasági társaság is rendszeresen támogatta a programjainkat. Úgyhogy minden évfordulós eseményünkön itt van az országgyűlési képviselőnk, államtitkár úr, illetve a nagyon nagy rendezvényeinken, természetesen a szoboravató ünnepségen, de amikor Magyarországon elsőként elkészítettük Bartók Béla CD-jét, és ez mintakép, minta volt a többi tápiómenti településre, ennek a bemutatóján is köztünk volt. És már említette a CD-t is, de nem csak ez az egy projekt tartozik önökhöz, az önök nevéhez. Többféle kiadványt készítettünk, amivel úgy gondolom a térségben egyedülálló a szervezetünk, és nagyon sok település irigykedi is, hogy egy ilyen civil szervezet van. Hiszen a múzeum összes kiadványát, tehát ezek múzeumi kiadványok, de legtöbbjükhez 1 forint múzeumi pénz nincsen, hanem a Blaskovics Múzeum baráti körének pályázata szervező tevékenysége révén jött össze. Blaskovicsokról 2 tanulmánykötetet is adtunk már 2003-ban, illetve 1993-ban 2 helytörténeti könyv. Hozzákezdtünk a múzeum anyagának szakmai feldolgozásához. Így a teljes pipa gyűjteményünkről van egy gyönyörű katalógus. A fegyver és lószerszám gyűjteményünkről, és pont most van folyamatban a bútor katalógus készítése. Mekkora a látogatottsága az intézménynek? Bizony kicsi. Évente egy 6000 fő jár a Tápiusz Elei Múzeumban, és ebben benne vannak az összes rendezvényeinknek a látogatói is. Nincs más cél, itt a mi környékünkön, vagy hogyha ide jönnek, akkor más céllal, vagy egésznapos tevékenységet kínál, akár a Kincsen Park, vagy a Bagolyvár. Nehéz a látogatókért megküzdeni, hiszen sokféle látnivaló, akár kulturális, vagy természetvédelmi van az országban. Az utóbbi időkben nagyon fejlődtek az ilyen látogatóközpontok, ezért hiába a Tápiusz Elei Múzeum az ország egyetlen köznemesi kúria múzeuma, nagyon megdolgozunk ezért a 6000 látogatóért. Kedves nézőink! Műsorunk második részében a TTA újabb sportrendezvényéről láthatnak összefoglalót, valamint stúdiónk vendége volt Haraszti Imre, úri polgármestere, aki a közmeghallgatást követően beszélt a településsel kapcsolatban. Maradjanak velünk!